Egyszer. És most mire fogom nézni Malinit. És Go Live, és akkor reméljük, most már ismét élőben megyünk, elnézést az előbbi technikai malőrért, reméljük most, ha visszanézem és meghallgatom hangra, akkor lesz hangunk, mindjárt meg is nézem. Próbáljuk ki. Nem, még mindig nincs hang. Ha hiszed, ha nem. Tényleg? Uh-huh. Azt a mindenek. Tényleg sincs hang. Van. Most van hang. Van hang. Oké, szuper. Na, akkor vissza is térünk, és akkor itt a technikai dolgokat végre leküzdöttük. Szóval szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Producer Workshop legújabb adásába. Mai vendégem Jeszenszky Zsolt, akinek először a személyét fogjuk tisztázni, mert rengeteg kérdése van a személyek között, és arra gondoltam, hogy ezt legjobban személyesen lehet tisztázni vele. Úgyhogy először a nagy kérdés, ami veled kapcsolatba merült, hogy a Mahasszal való kapcsolatod, sokan azt hiszik, hogy Mahasz elnök vagy, milyen posztot töltesz be a Mahaszba? Nem is hiszem, hogy valaha ilyesmire ez elő fog fordulni. Semmilyen posztot nem töltök be, a Mahasz számára én külső tanácsadóként dolgozom, és számos kérdésben a slágerlistáktól kezdve a hangfelvételek felismerésén át nagyon sokféle munkát végzek a Mahasz részére, és nyilván a DJ ügyek az egy kiemelt terület, hiszen mondjuk jobban rálátok, mint a Mahasz, nem bárki más, úgyhogy azért, hogy minden a lehető legolajozottabban működjön, legpontosabbak legyenek az adatok, ebben próbálok minél többet segíteni. És a DJ szövetségben, ott már elnök ott vagy. Ott pedig így van, tehát ott valóban elnök. Ott valóban elnök, mert sokszor, nagyon sok helyen fórumokon, meg így az internet sötét budraiban azt látni, hogy DJ szövetség elnök, Mahasz elnök, vagy a kettőt keverik, hogy olyan dolgokról beszélnek, ami nem is a DJ szövetséghez tartozik, hanem a Mahaszhoz, tehát nagyon nagy itt a keverik a Kossuthot a vasúttal, ahogy szoktam mondani, hogy tök jó ezeket tisztelni, tehát akkor a Mahaszban tulajdonképpen csúnya szó, alvállalkozóként, külsősként. Hát. Még az sem. Még az sem. Tényleg, külső tanácsadó, ez tökéletesen fedi a valóságot. Na, tehát ez a legfontosabb, srácok, csak hogy így tisztában legyenetek a dolgoktokkal. Tehát a DJ szövetség kapcsán ülünk, amúgy most beszélgetünk itt elsősorban, ugyanis ma van így a díjátadónak az ilyen VIP buli, vagy hogy is, hát ugye mi is pontosan a megnevezése? Hosszú évek óta az év DJ-je verseny, az Valentine's Music Awards néven fut, mert hogy a Valentine's-szal közösen rendezzük, és ugye a szavazás az egy kétfordulós procedúra, az első körben lehet jelölni, a DJ szövetség tagok jelölnek bárkit az egyes kategóriákban, akiről azt gondolják, hogy ő az év DJ-je, vagy producere, vagy felfedezettje volt, és a legjobb 20, akik a legtöbb jelölést kapják, ők kerülnek be a második fordulóba, és onnan lesz majd a győztes. Na most az első 20 mainstream és underground DJ számára a Valentine's minden évben rendez egy ilyen kis partit, ahol tulajdonképpen el is indítjuk a szavazást. Tehát innentől hivatalos. Innentől éles ugye a második forduló, innentől van nem csak szakmai, hanem közönségszavazás is, ezt ugye a Valentine's koordinálja a saját oldalán, a saját felületein, és hát ezt indítja el tulajdonképpen ez a parti, és ez most már szintén többedik alkalommal itt a Valentine's irodáiban zajlik, de egy nagyon kellemes viszki kóstolóval, úgyhogy ha véletlenül majd beesnek itt egy pár akkor azért elnézést kérünk. Nagyon hangosan, akkor az azért van, mert aranyosan viszkiznek már a szomszédban. Igen, itt van egy kóstoló is itt a szomszédban, szóval senki sem szomjas. No, akkor párat belekérdeznénk, így a gonosz kérdezőt felfogom, így a gonosz kérdező szerepét felfogom fedni. Jelenleg hány tag van, aktív tag van? Nem is azt mondja aktív, mennyi regisztrált tag van nálatok a DJ szövetségben? Most körülbelül ilyen 900 vagy néhány, tehát mindig minden évben 900 és 1000 között mozgunk. Volt már olyan év, amikor az 1000-et is túlléptük, idén éppen nem, ez nyilván nagyon sok. Ez mindig attól függ, hogy mennyien fizetik be az éves tagdíjat, igen, gondolom. Igen, pontosan. És ebből általában mennyi szavaz? Mennyi ember szavaz? Mi a jelenző? Azt szoktuk érni azért az 500-at. Tehát nagyjából a fele. Nagyjából a fele, igen.
És a kategóriák hogy kerülnek ki? Na most itt jön a kereszt kérdés, mert itt láttam e-mailben így a jelölteket is, meg hogy ki milyen kategóriába esett. Én azt vettem észre, hogy nem feltétlenül mindenki abba a kategóriába esett, mint amiben szerintem dolgozik. Itt a stílusbeli dolgokra gondolok. Ez egy örök probléma. Igen, is, hogy itt mindig voltak. Sosincs jó megoldás. Mm. Ugye mindenki alapvetően abban a kategóriában van, ahova jelölték. Mm. És mivel többen jelölték, tehát vannak, akik úgy gondolják, hogy ő mainstream, vagy hogy ő underground. Mm-hmm. Persze mindig van, aki vitatja, akár a saját helyét is, de inkább másokért. Mm. Tehát mindig azt mondják, hogy ő miért itt van. Mm. És hogyha ő itt van, akkor én nem akarok itt lenni, én szerintem ez eléggé marhaság. Igen, ez általában az underground előadók között van, hogy nem akarnak olyanokkal együtt szerepelni, akik mondjuk a rádióban szerepelnek. Ami az ő szemszögükből teljesen érthető, de itt az lenne a kérdésem, hogy akkor tehát ez a szavazás teljesen a tagoktól függ, és teljesen a tagok alakítják a végeredményt, legyen az a végeredmény bármi is. Így van, ugye a bázisdemokrácia az nem minden esetben szüli a legszofisztikáltabb eredményeket a világban számos területen, de akkor is ez a helyzet, hogy ez egy szavazás. Most, hogyha valakik úgy gondolják, hogy más eredménynek kéne születnie, akár már a jelölésnél, akár a végeredmény, akkor tessék szavazni, nem tudok mást mondani. Tehát ha az underground DJ-k úgy gondolják, hogy szerintük a Chris Lawyernek nem az undergroundban van a helye, akkor, és ezzel most pont a Krisztiánt mondtam, de a Daniel Nike-ot is mondhatom, akkor viszont ott lenne a helye valaki másnak, aki még nem került be, akkor tessék szavazni, tessék jelölni, és akkor be fog kerülni, és akkor nem fog bekerülni a Chris Lawyer. Tehát egyébként minden. Szerintem a Chris Lawyernek bőven van helye az undergroundban. Igaz, hogy ő nem underground DJ-ként futott be, de meg kell nézni, hogy mit játszik. Hát nem annyira rádióság. Igen, van neki sláger dala is, nagyjából most egy éppen, ami így a dance charton mondjuk ott van, de egyébként, ha ő megy és csinál egy bulit, akkor hát az... Nem egy mainstream. Tehát igen, akkor itt és is... nem véletlenül mondjuk reggel 4-kor kerül, van ő a line-upban. Tehát ezt követően, ahogy a DJ-ket beszavazták ebbe a top 20-ba, innentől kezdve igazából a lobbizás megindul a DJ-k részéről, és mozgósítják vagy a közönséget, vagy a szakmai ismerősöket esetleg. Hát igen, a közönség mozgatása az nagyon erős, ugye ott kifejezetten a Valentine's ösztönzi is a DJ-ket, hogy a saját közönségüket mozgassák meg, ezzel nincsen semmi baj. A szakmai szavazásnál én szerintem nem nagyon örülök, hogyha elkezdenek egymásnak telefonálgatni a DJ-k, hogy létszik szavazzák. Azért valljuk be szokott, van erre precedens. Hát, nyilván van erre precedens, de azért azt hozzá kell tenni, hogy főleg a második fordulóban a nagy számok törvénye az működik, tehát hogyha ha 10-15 DJ-t felhív valaki, hogy létszik szavazz már rám, azzal semmit nem fog elérni. Tehát a második mondom, hogy 500-an szavaznak, ugye 20 jelöltről beszélünk, nem egyenlően osszanak meg nyilván a szavazatok. Tehát azért egy ilyen 40-50 szavazatot bőven össze kell szedni ahhoz, hogy valakinek esélye legyen az első helyre. Hát az most 40-50 embert csak úgy fölhívni, igen, az elég macerás, igen. Miközben vannak olyanok, akikre maguktól fognak mások szavazni sokan, mert hogy tényleg ő az év DJ-je nagyjából. Úgyhogy azon, hogy a második fordulóban a lobbizás az nem érdemben nem tudja az eredményben. Javíts ki, ha rosszul tudom, de ha jól emlékszem, 2007 óta van ez a DJ Szövetség díj körülbelül. De javíts ki, engem a rosszul tudom, mert most ezt nem sem tudom, de azt hiszem, hogy igen. Valahogy akkor. Tehát nagyjából 10 évesek vagyunk, ugye ez fejlődött, tehát először ez tulajdonképpen csak egy nagyon pici kis rendezvény volt, ahol az életműdíjat adtuk át Bétót Lászlónak, így kezdődött, és volt egy kis fogadás. Igen, és voltunk egy 30-an körülbelül. Igen, körülbelül így van, és azt a következő évben már az életmű mellett az év DJ-je címet is átadtuk. Akkor még ez tulajdonképpen ilyen belső elnökségi döntés alapján, és innen fejlődött ki évről évre egyre nagyobb a rendezvény is, meg egyre több kategória is lett, viszonylag hamar beszállt a Valentine's, azt hiszem, hogy talán a negyedik év környékén, ami egy minőségi ugrás volt nyilvánvalóan. Nyilván itt a rendezvény szervezés szempontból, igen. Ismertsége, úgyhogy és ez most már hosszú évek óta tart ez a közös. Jól emlékszem, hogy az első 2-3 év ott egy szakmai zsűri határozta meg még az év DJ producere címeket is?
Vagy ebben nem láttam bele az akkor. Az AFDJ-t az volt, igen, de szerintem csak az első évben. Az első. Talán a második, lehet, hogy a másodikban, meg a felfedezettet, mm-hmm. és aztán minden kategóriát kivittük mm-hmm. szakmai szavazással. Ez egy tudatos volt, vagy ez kivéve az életműdíj. Vagy ez a demokrácia oltárán áldoztuk föl itt a dolgot, vagy ennek hát, mi volt? Tehát ez, amit mondtam, hogy a bázis demokrácia az nem mindig szüli a legszofisztikáltabb eredményt. Nyilván mindig lehetne egy szakmai grémiumot találni, amelyik tudatosabban, hozzáértőbben szavaz, mint a nagyobb tömeg a DJ-k. De azt a szakmai grémiumot meg fogja támadni egy másik. Persze. Ligát, hogy miért ő? Miért nem én? Vagy miért nem ő? És akkor ezzel akkor... kicsit lepaszoltátok a felelősséget, hogy oké, ti szavaztátok, hát nem? Nem akarunk mi semmilyen felelősséget lepaszolni, de hát a DJ-k díját szavazzák meg a DJ-k. És nem feltétlenül csak egy szűk kiválasztott DJ kör, mert hogy mi alapján választott ki, tehát nagyon nehéz olyan kritériumokat találni. Mert például mondjuk ott az Oscar, ami ilyen tipikus, vagy a Grammy, nyilván ott is van egy 50-60 fős... De sokkal nagyobb. Vagy hatalmas nagyobb, több száz fős. Több száz fős akadémia, akik évről évre... Itt gondolom nyilván a számok törvényben több száz főt itt nem tudunk létrehozni, de mondjuk ez csak egy teória, hogy erről neked mi a véleményed, hogy esetleg egy olyan irányba elmozdítani egy szavazást, nem feltétlenül a DJ szövetségről beszélek, hogy szerinted ez hogy működne? Te azért sok mindent csináltál, így nagyjából a végét is látod, hogy ez a mutogatás lenne, hogy miért nem? Persze. Tehát nincs jó. Tehát ha sokan szavaznak... Akkor kinek ki a haverja van benne az akadémiában. Igen. Nem, tehát a szavazók körét szélesre kell tárni, és akkor ők eldönték. Nyilván az egy objektív kritérium, hogy ő DJ szövetségi tag, DJ-ként dolgozik. Tehát azt lehet onnantól, azon belül nagyon nehéz lenne eldönteni. Persze, nyilván a Bárány Attila szavazzon, és ne szavazzon az a DJ, aki idén lépett fel először egy pici helyen, warm-up DJ. Oké, de a kettő között már hol húzott? Mm-hmm. Lesz egy pont, ahol az lenne, hogy hát ő már, van aki szerint ő már bizonyított, meg hiteles, meg van aki szerint már nem. Van aki, van annyira fontos, van aki szerint meg ő még nem. Úgyhogy ennyi. Szavazzanak a tagok, és döntsék el. És így hogy érzed az elmúlt évek folyamán? Mennyire volt reális a végeredmény? Mennyire tükrözte a valóságot a végeredmény? Hát, ahogy az előbb mondtam, a nagy számok törvénye működik. Tehát nem tud olyan nyerni, akinek erre nincsen létjogosultsága. Persze, lehet, hogy valakinek nem tetszik az eredmény, és más szerintem másnak kéne nyerni, megint azt mondom, hogy akkor szavazni kell. De az első három, és ugye most már évek óta az elsőt ugye mindig díjazzuk, de a második, harmadik helyezettet is megemlítjük. Az első háromba olyanok kerülnek, akiknek tényleg ott van a helye a dobogón. Kommunikáció tekintetében nekem van egy kicsi ilyen érdekesség, amit így észrevettem a DJ szövetség. Hiányérzet? Egy kis hiányérzetem, igen, mert valójában is ez a DJ megszavazásra egy kicsit össze szeretném hozni, már nem DJ-ket választunk ki, hanem előadókat és producereket egyben. Szerintem a 99%-uknak, akik itt vannak, saját zenéik miatt járnak fellépni, és egy kicsit úgy érzem, hogy van egy olyan kategória, ezt a nézőknek mondom, hogy a év producere díja, hogy talán ez a kategória picit mintha el lenne hanyagolva, és nem lenne annyira nagy szerepben fentüntetve, mint effektív az év DJ-je cím. Hogy esetleg most ez csak egy javaslat, vagy így a kérdés, hogy egy kicsit mindig hogy hátul kullog ez az év producere dolog, holott ők a mozgató rugói most szinte így az egész szakmának. Mondasz valamit, ugye ez később lett ez a kategória kitalálva, és azért a nagy tömeg, a közönség ugye DJ-ként ismeri a producereket is. Oké, hogy a saját zenéjével, de már egy mai fiatal számára már az a természetes, hogy a DJ csinálta a zenét. Ugye igen, tehát a kettő fogalom össze. A két fogalom teljesen összeért egy a civil közönség számára, és ugye mivel a partnerünk, a Ballantines a nagy közönség felé kommunikálja a rendezvényt, nem értené a közönség annyira, hogy most mi az, hogy producer. Tehát akkor, ezért van az, hogy a szakmai része is csak a producer szavazás, az csak szakmailag. Így van, igen, így van. Na, rendben, akkor ezt a DJ szövetséges dolgot ki is tárgyatunk. Mikor lesz itt a pontos végeredmény hirdetés, vagy mikor a várható? Február 20-án. Keddi napon lesz maga a rendezvény. Úgyhogy akkor most megindul a lobbizás, a közönségszavazás, és akkor kiderül majd, hogy ki lesz. Ez a 2017-es évre vonatkozóan. Vonatkozik, persze. Hogy ki lesz az év DJ, a producere felfedezetje mainstream és underground igen kategóriába.
Jó, akkor ezt ki is tárgyaltuk, akkor haladjunk tovább a izgalmasabb vizekre, a MAHASZ jogdíjak, DJ jogdíjak és mindenféle dolog. Először tisztázzuk azt az első nagy gond a fejekben, hogy sokan keverik a MAHASZ-t és az Artisiust. Lesz Artisiusos vendégem is, úgyhogy ne aggódjatok, de most próbáljuk MAHASZ-os oldalról ezt megközelíteni. Mivel foglalkozik a MAHASZ? Ezt próbáljuk a kezdőknek így teljesen virágnyelven. Nagyon röviden, ugye van egy olyan intézmény világszerte, hogy közös jogkezelés. Ez azt jelenti, hogy a különböző zenei alkotóknak a jogai, azok egy szervezeten keresztül érvényesülnek. Miért? Azért, mert ugye vannak a zenei alkotók, és vannak a zene felhasználók. A zenei alkotókból van sok ezer, akár egy-egy országban is, nemzetközi szinten meg aztán sok tíz, sok százezer. Szerzők, előadók, hangfelvétel, kiadók, ezek a zenei alkotók. Lehet, és ha a zene felhasználóból pedig aztán millió. Nyilván nem az egyéni zene felhasználókról beszélünk, hanem az üzleti felhasználók, a DJ-k, de hát ők csak egy kisebb szerep, a rádiók, televíziók, és az összes olyan vendéglátóhely, vagy kereskedelmi egység, szálláshely, stb., ahol valamilyen formában zene szól. Mert hogy ugye ezek az üzleti alapon működő egységek a zene szolgáltatással növelni tudják a bevételüket. Mert hogyha nem szól a zene, akkor kevesebben ülnek be, rövidebb ideig maradnak, kevesebb a bevétel. Tehát ugye bevétel növekedés történik a zene felhasználás miatt, és ezért nekik fizetniük kell. Viszont lehetetlen lenne, hogy ez a sok ezer zenei alkotó és a sok százezer nagyságrendű felhasználó elkezdje egymást keresni, igen, hogy hát hogy akkor én szeretném a te zenédet használni, mennyibe kerül, jó, akkor megyek tovább a következő, az akkor ide hozzám jön az újabb és újabb, tehát ez egy teljesen lehetetlen állapot lenne, és erre, ennek a megoldására született a közös jogkezelés intézménye 1850-ben. És ez minden országban ugyanúgy már van. Volt az első ilyen szervezet, tehát ez ugye most már több mint 200 éves, lassan 200 éves intézmény lesz, hivatalos formában, mert már hamarabb elkezdtek ezzel foglalkozni, tehát az 1800-as évek elején. A lényeg, hogy ez minden olyan országban működik, ahol van rendes zenei piac, meg a gazdaság megfelelő módon működik, és úgynevezett egyablakos ügyintézés, tehát ha én szeretnék a kávézomban, vagy a szoláriumomban zenét használni, vagy DJ vagyok, vagy rádiót üzemeltetek, akkor elmegyek a szervezethez, és az összes jogtulajdonosnak, az összes alkotónak az engedélyét egy helyen meg tudom kapni, bizonyos feltételek mellett, erre vannak nagyon pontosan, tehát exakt díszabások, amiket ugye Magyarországon a magyar közlöny leközöl minden évben, hogy milyen feltételek mellett mennyiért, hogyan lehet zenét felhasználni, és aztán persze a felhasználóktól beszedett pénzeket, pedig ez a szervezet felosztja a jogosultak, a jogtulajdonosok között, szintén egy exakt felosztási szabály. Playlistek alapján? Szerint játszási listán, igen, tehát adatszolgáltatás. És akkor mindig adatszolgáltatás kötelesek. Igen, tehát a felhasználók kötelesek adatot szolgáltatni. Tehát nem csak a DJ-k, hanem minden. Zenegép üzemeltetők, őket az előbb nem említettem, ők szolgáltatnak adatot. És mondtam, hogy három típusú zenei alkotó van. Ugye ez három jogosulti kör, a szerzők, az előadók és a hangfelvétel kiadók, és mindegyiknek van közös szervezete, közös jogkezelő szervezete, ugye az Artisius képviseli a szerzőket, az EI az előadóművészeket, előadóművészi jogvédő iroda, a MAHASZ pedig a hangfelvétel kiadókat. Vannak országok, ahol ez a kettő, az előadóknak és a hangfelvétel kiadóknak közös szervezete van, például Angliában, ott a PPL az mind a két jogosulti csoportot képviseli, az MCPS pedig az Artisiusnak felel. Meg ez országról országra picit változhat, de a legtöbb országban három szervezet képviseli a jogokat. Tehát klasszikus értelemben a producereket a MAHASZ jogdíjak nem érintik közvetlenül. De a producereket érintik. Na, akkor itt. Mert hogy a producer, ő hangfelvételt készít. Pontosabban akkor érinti őt, hogyha a saját zenéjének ő marad a jogtulajdonos. Magyarul, akkor ez fordítsuk, magyarul ő a kiadó, ő a saját maga kiadó, akár van, szerzőibe, pontosan. Akár csinálok egy Édis alatt, mint pontosan. Mondjuk most mi a Savakrát, akkor hozzánk, tehát van. De hogy ha eladja a zenéjét egy kiadónak, akkor a MAHASZ jogdíjat valóban nem ér. Tehát akkor ebben a klasszikus értelemben a producereket, úgyhogy nem szerzői kiadásban gondolkoznak, vagy saját kiadóban, akkor, ha nem csak zenéket, akkor őket kiadó. Csak az EI és az Artisiusból eredő jogdíjak érintik. Pontosan, de azt gondolom, hogy egyre gyakoribb az, hogy valaki a saját zenét adja ki, illetve
kezdőként még nem is nagyon van más lehetősége, hiszen még nem. Persze, van, nincs nem is nincs neve, az, tehát nem tud kiadóhoz szerződni, vagy nem veszi meg a kiadó a zenéjét, hiszen nem ismeri, még nem futott be, tehát akkor azt tudja, hogy saját maga. Ma már ugye egy zenét megjelentett, nem egy olyan különösebb. Három kattintás, $10. Igen. Tehát innentől kezdve, tehát akkor az összes producer akár ebből tud profitálni is, tehát, itt, tehát sokan, hogy kerülök bele ebbe a tűzhöz, vagy hogy kapok a kalapból, nyilván akkor ez a lehetőség az, hogy saját szerzői kiadásra, vagy saját kiadóként, ha valaki ide elkezd mozgolódni, és ezt gondolom le kell jelenteni a MAHASZ felé, hogy van pontosan, egy kiadó. Pontosan, nincsen semmilyen tűz, ami ez az igen, kerül, igen. Hanem egy weboldal, van egy regisztrációs oldal, ahol beregisztrál ő, mint jogtulajdonos, ugye, mint hangfelvétel előállító, és a regisztrációt követően pedig feltölti az általa alkotott és az ő jogtulajdonát képező hangfelvételeknek a metaadatait. És innentől kezdve, hogyha egyezés van a playlisterbe, ez alapján felhasználói adatszolgáltatásokban szerepel az ő hangfelvétele, és az le van jelentve, akkor ugye van egy meccs, és akkor az aktuális jogdíjosztásnál kiállít egy számlát, és örül megvan az osztás, kiderül, hogy majd mennyi pénz jut arra a hangfelvételre, mennyit használták, arról kap egy értesítőt, az alapján kiállítja a számlát. Tehát mindenkinek még egyszer mondom, tehát mindenki tud a MAHASZ-tól is pénzt keresni. Aki jogtulajdonos hangfelvétel. Abban nem, hogy jogtulajdonos. Tehát ha abban az esetben igen. Mondjuk egy X kiadónak odaadjátok, akkor se Magyarországon, se sehol. Kiadói jogdíjat akkor igen, nem fognak. A hanglemez előállítói jogdíj, vagy hangfelvétel előállítói jogdíj. Nyilván akkor ez azért volt az a hangfelvétel előállítói jogdíj, mert nyomták a CD-ket, bakeliteket, tehát gondolom részben emiatt illeti meg a, most jelent ki a hülyeséget mondok. Hát ugye a hangfelvétel előállító, vagyis ugye a kiadó, ő az, aki többszörözi az az ő joga a többszörözés, de ugye ő az, aki anyagi és technikai értelemben helytáll, egyáltalán lehetővé teszi, hogy a hangfelvétel megszülessen. Mert ugye a hangfelvétel megszületésének a nehéz része nem az, hogy kinyomni a CD-t, az sem költség, sem technika szempontjából. Most meg már nincs is. Most meg már nem is, hanem megcsinálni a zenét. Tehát a zene az nem születik csak úgy, ahhoz ugye kellenek eszközök, kell egy stúdió, most már vannak ugye házi stúdiók, nagyon könnyű otthoni körülmények között is zenét csinálni, viszonylag jó minőségben is már, azért ne legyenek illúzióink, tehát egy laptoppal és egy ingyen letöltött zenei szerkesztő programmal jó profi munkát nem lehet még összerakni, jó demókat lehet csinálni, próbálgatni, gyakorolgatni, azért ahhoz, hogy valaki tényleg egy minőségi produktumot le tudjon tenni bármilyen műfajban, ahhoz nagyon komoly szoftverek és hát komoly hardverek is kellenek. Mennyire igazodnak a jogszabályok az új, megváltozott dolgokhoz? Mi a tapasztalatod? Milyen szempontból? Tehát itt régen, itt fizikai hordozók voltak, volt minden, itt minden digitális lett, és akkor most picit ugye a DJ-i jogdíjakra is picit rámeltünk, hogy normál esetben ez volt a legnagyobb szerintem tévhit így mindenhol. Azt hiszik, hogy ha mondjuk én megveszek valamit Beatporton, akkor azzal már megvan a nyilvános játszási jogom is, holott benne van az AFS-ben, mindenhol, de a Netflixen is. Abszolút. A mindenhol csak szerintem, hogy csak magán célra. Így van. És akkor ezt szeretik összekeverni azzal, hogy Magyarországon a letöltést nem büntetik, csak a többszörözést. Jó, javíts ki. Nem, ezt teljesen jól mondod. Tehát a magán célú, a letöltés az magán célú másolatnak minősül, de ebben a nevében is benne van, hogy magáncélú. Abban a pillanatban, amint nem magáncélból töltöm le, onnantól kezdve az ugyanúgy engedélyköteles. És akkor itt jön a kérdés, mert ezt mindig DJ-kkel szól, és mi van akkor a promóba kapom, tudod, az még nincs kiadva, stb. Igen. Akkor ezt most én teszem fel a kérdést, és javíts ki a rosszul mondom, attól még a hangfelvételnek ugyanúgy van tulajdonosa, pontosan. Ha csak le nem mond róla, gondolom, ezekről a dolgokról, és a többszörözés, tehát ebben az esetben az, hogy én kiállok a Deákra, és játszom ott. Tehát a promó is, is kapja, hogy igen. Megismerje őt, tehát megmutatja neki, aki csinálta a zenét, hogy itt van. Abban a pillanatban, amit azt a promót ő felhasználja, akár rádióban, akár DJ-ként, akkor az jogdíjköteles. Tehát a rádió és a rádiók szinte minden promóban kapnak, attól még fizetnek jogdíjat,
Volt olyan rádió, amelyik azt a próbálkozott, hogy hát ő promóba kapta az előadóktól minden, meg is nyert már a Mahasz jogerősen pert az ellen a rádió ellen. Tehát attól, hogy a rádió megkapja promóban, igen, nem kell a rádiónak fizetni, nem kell megvennie lemezen, nem kell letöltenie az iTunes-ról, nem kell utána járnia, hogy most meglegyen nekem ez a zene, a kiadó elküldi neki, most már digitálisan, de, ne, de ettől még a törvény az egységesen bírálja el a sugárzó szervezeteket, aki zenét akár földi sugárzás, akár neten, tehát netrádiókra ugyanez vonatkozik. Ott is ilyen általán díja szoktak nyilván másod összeg, a nagyságrend természetesen, de jogdíjat kell fizetni a zene felhasználásért. Függetlenül attól, hogy az milyen forrásból érkezett. Na, tehát akkor tulajdonképpen azzal, hogy én promóba kaptam valamit, annyit kerültem ki, hogy nem kellett fizetnem érte a Beatporton. Nagyjából. De a többszörözés és a nyilvános játszási jogdíjat azt nem tudom pontosan semmilyen úton, módon kikerülni. Pontosan. Ha Bakeliten kaptam, ha CD-n kaptam, ha Orsos hát Marnóval. Bakeliten a többszörözés, a nyilvános előadás nem. Bakeliten a többszörözést igen, mert az nem is nagyon igen többszörözhető. Tehát igen, tudjuk, hogy lehet Bakelitet írni 5000 forintért darabját, azt nem nagyon szokta senki, csak nem hobbiból, tehát az annyira marginális, hogy szinte nem is létezik. De abban a pillanatban, hogy azt a másolatot, és mindegy, hogy az pendrive-on van, laptopon van, vagy akár hagyományosabb hordott, CD-n van, az a másolat, az nyilvános bemutatás céljából készült, független attól, hogy lejátszásra került, tehát nem a lejátszás az, ami engedélyköteles ebben az esetben, hanem már maga a többszörözés. Vagyis a közös jogkezelő szervezettől kell engedélyt kérni. Norbit közben kérdezi, hogy mi a helyzet az ingyenes letöltésre. Tehát ugyanez. Ugyanez. Tehát az ingyenes letöltés az te, a saját felhasználásod szól, arra ingyen le tudod tölteni. Igen, és akkor jön a kereszt kérdés, hogy mint az ingyenes letöltés, hát mi a, hogy juthat vissza mondjuk az a pénz? Nyilván... Hát az ingyenes letöltő, az ingyenesen letölthető tracknek a jogtulajdonosa ugyanúgy lejelenti a közös jogkezelő szervezetnél a saját hangfelvételét. Mint szerzői kiadásban. Mint szerzői kiadás. Tehát mondjuk, akkor ezt így csinálunk egy példát, én vagyok Dani, és én csak ingyenes letöltéseket kirakom a SoundCloud-ra, tölthetik, vihetik, egyék, vigyék, és én ezeket a zenéket bejelentem hozzátok, mint szerzői kiadás. Javíts ki. A Mahaszhoz. Mármint a Mahaszhoz. Most te képviseled a Mahasz szövetség. Igen, most te képviseled a Mahasz oldalát. Bejelentem, mint szerzői kiadás, és akkor így ezen a módon bekerülök az adatbázisba, és ahogy meccs van, kapom a zsetont. Így van. Na, akkor remélem Norbi ez így tiszta. Na nézzük, milyen kérdés szokott ezzel kapcsolatban előfordulni. Igen, és akkor itt egy picit a DJ-kre is így rákanyarodhatunk. Egy örök vita volt szerintem mindig ez az általány díjas megoldás, illetve az elején az volt, hogy matricáztátok, vagy matrica került a CD-t. Nem, hát nagyon eleinte volt egy ilyen általány, aztán lett a matrica, és aztán többször jelezték, kérték, hogy jó lenne, hogyha lehetne választani, és ezt a DJ szövetség képviselte, tehát ez a tagjaiktól ez egy abszolút alulról jövő kezdeményezés volt, és a Mahasz pedig elfogadta ezt a javaslatot, hogy lehessen választani, hogy legyen matricázás is, hogyha valakinek az a kényelmesebb, olcsóbb, jobb megoldás, vagy lehessen általányt fizetni. Sőt, ugye aztán lett egy újabb megoldás, amit szintén a DJ szövetség talált ki, dolgozott ki, és javasolt a Mahasznak, és a Mahasz elfogadta, az pedig az alkalmi jogdíj. És ha valaki ugye nem dolgozik sokszor, nem érdemes az általányt, vagy még nem tudja, hogy egyáltalán ez az egész pálya hogy fog alakulni számára, csak van egy-két bulija, ezért nem szeretne éves általányt fizetni, viszont sok zenét használ, mert ugye, hogyha valaki új zenéket játszik, vagy mondjuk esküvői DJ, ahol nagyon széles repertoárt, és nem lehet tudni, mit kell játszani, akkor a matricázás nagyon drága lenne neki, tehát van egy ilyen lehetőség, hogy egy alkalomra nagyjából 12.000 forintért kiválthatja a és akkor aznap este azt játszik. Igen, és akkor szokták mondani, hogy akkor ezzel legalizálom az illegális letöltést, töttöröttöröt, biztos kapsz. Ezt nem értik a mechanizmusát ennek. Tehát nem az illegális letöltés kerül ezáltal legalizálásra, hanem megkapja az engedélyt a hangfelvételek felhasználására. Tehát nem történik semmilyen illegális dolog nincsen, mert abban a pillanatban, hogy a jogdíjat fizetett, ő tökéletesen a törvény előírásának megfelelően megszerezte a jogtulajdonosok engedélyét arra, hogy hangfelvételeket, ezeket a konkrét hangfelvételeket, vagy arra az alkalomra, vagy arra az évre bármilyen hangfelvételt többszörözzön.
onnantól kezdve ő többszörözheti a hangfelvételeket. És innen, nem csak innentől kezdve gondolom, hogy akkor én mondjuk vettem egy alkalmi jogdíj lehetőséget nálatok, és nekem le kell adnom a tracklistet, nem abszolút. Csak a tracklistemet, gondolom, azt hiszem az egész táskámnak, vagy az hát egész ami playlistemet. Elvileg, aha. Ugye, ami rajta van a hanghordozón, mert hogy mindegyik többszörözésre került, és független attól, hogy lejátszásra került-e. Nem tudom, az előbb mit akartam, de mindegy, majd eszem. Majd ezt, de gondolom ez az általányos dolog, főleg itt a digitális hanghordozókra volt egy jó megoldás. Ez csak egy ötlet, hiszen nagyon nehéz lekövetni most minden egyes CD-re matricákat dobálni. Hát holott egy pendrive-ot most hogy matricázom, ott arra, van a bitport számláim. Arra nincs is lehetőség matricázni, tehát az csak CD-knél működik, és csak audio formátumban. Az egyéb formátumokra kizárólag vagy az általány, vagy az alkalmi jogdíj alkalmazható. Eszembe jutott egyébként, hogy ugye még visszatérve egy legalábbis félig meddig erre a legális, illegális, tehát hogyha megszerezte az engedélyt, akkor ő többszörözhet hangfelvételeket. Ettől függetlenül azt mondja a jogtulajdonosok, azt mondják a jogtulajdonosok képviselői, a közös jogkezelők, és a DJ Szövetség is azt mondja, hogy egyébként ettől függetlenül, ha lehetséges, akkor vedd meg a zenét Bitporton, vagy vedd meg iTunes-on, nem csak azért, mert ezzel az alkotó bevételét is még tudod növelni azt a keveset, amit ebből kapnak. Igen. Tehát ez, hogy mondjam, ez egy korrekt dolog az alkotó felé is. Másrészt meg azért ott garantált minőséget is kapunk, meg tudjuk, igen, hogy mit töltünk le. Tehát én például, én rádiózom is rendszeresen, és én az iTunes-ról minden héten egy ilyen 4-5 zenét vásárolok. Mert ott tudod, hogy az rendes van a minőség, és nem ilyen zipiseres, meg YouTube-ról lekonvertált dolgok, amiket sokszor az ezt a nézőknek mondom, amiket úgy árulnak az interneten, vagy úgy van föltéve, hogy 320 meg full quality, hát azok sokszor YouTube-ról lerippelt és össze-vissza konvertált MP3-ak. És hát nagyon hallani, tehát rádióban is nagyon-nagyon hallani a különbség. Tehát ha valaki ebből pénzt keres, vagy valaki ad a minőségre, az mindenképpen Bitporton vegye meg, akár WAV-ban is, vagy azt hiszem AIP-ban is meg tudja vásárolni. És itt nem feltétlen az, hogy most azon a 2-3 dolláron múlik, hanem hogy a minősége a fellépésnek is ezzel kicsit más lesz. Igen, tehát ha megkérdezünk profi DJ-ket, akik komoly bulikat csinálnak, akkor ők is azt mondják, hogy a hangtechnika, az nagyon fontos, hogy min játszol, de akármilyen hangtechnika van, azon a YouTube rippek, azok pocsékul szólnak, tehát jó minőségű zenéket, és ők vavokat használnak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem feltétlenül itt erről szól a dolog, hogy legalizáljuk itt a dolgokat, hanem egyszerűen így tudjátok ti is, gondolom, elszámolni. Tehát legalizáljuk, az az alap, hogy dolgozzunk legálisan. És akkor a legális lehetőségeken belül van a fapados megoldás, mondjuk, az, hogy innen-onnan összehűtögetem, de kifizettem a jogdíjat, tehát letölthetem, elvégezhetem a többszörözést. Ez a fapados, van a business class, amikor jó minőségű helyről, rendes zeneáruházból vásároljuk meg. Eszembe jutott egy jó külföldi példa, és nem tudom, mennyire emlékszel, az Apple-nek egy olyan 6-7 éve volt erre egy próbálkozása, úgy hívták, hogy iTunes Match. Igen. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel. Ott tulajdonképpen ugyanez történt. Hogyha megvolt neked a zene, azt megkaptad normális minőségbe ráadásul. $25 most éves díjért letudtad az iTunes-ról. Na, és akkor ide kapcsolat, hogy működnek ezek a kinti országokban? Mennyire látsz rá, vagy mennyire van infód róla? Gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint Magyarországon, tehát a többszörözés engedélyköteles, ebben sehol nincs ilyen különbség, mindenhol a közös jogkezelő szervezettől lehet az engedélyt megkapni, és a közös jogkezelő szervezetek között vannak vagy bilaterális megállapodások, konkrétan aláírva, hogy egymással elszámolnak a jogdíjakkal, vagy és ez is elég gyakori, most már számos külföldi jogtulajdonos is bejelentkezik a másik országok kezelőjénél. Tehát akkor itt megvan a kommunikáció. Így van, a Mahasnál legalább 8-10 olyan ügynökség, aki nagyon sok kisebb hangfelvétel előállított, jogosultat képvisel, legalább 8-10 ilyen ügynökség van beregisztrálva, és rengeteg hangfelvétel. És ugyanígy mondjuk, ezek az ügynökségek beregisztrálnak Hollandiában, Svédországban, Dél-Afrikában, tehát a világon, minden országon, ahol érde. Egyre inkább a kis országokban is. Tehát akkor most itt a rendszer védelme érdekében, tehát én így a külföldi dolgokban is azt látom, mert amerre tart most a világ,
hogy ha megnézzük, ez a streaming szolgáltatások, mint a Spotify, a Deezer társai, ugyanezt az elvet próbálják követni, hogy egy fix havidíjért legalizálják azt, amit meghallgatsz, mert így cserébe sokkal lekövethetőbb a játszások is, ezek alapján legalább vissza tudnak valamit juttatni a tulajdonosoknak, mintha most itt a sötét netről összekukázzuk. Tehát ugye a streaming szolgáltatások nagyon jók, elsősorban magán felhasználást tudnak kiszolgálni. Azt egyébként nagyon sokféleképpen, hiszen ugye nem csak beírjuk és meghallgatjuk, hanem ugye playlisteket állítunk össze maguknak, vagy egyszerűen csak hagyjuk tovább szólni, és ő magától fogja nekünk nyomni azokat a zenéket, amikre azt gondolja, hogy mi majd, hogy azt mi szeretjük, sok mindent be lehet állítani rajta. Nyilván egy DJ számára, legalábbis jelen állapotában azért a Spotify nem. Persze. Mi a helyzet abban az esetben, ha mondjuk itt nyilvános játszás, hogy én kávézót üzemeltetek, és Spotify megy a háttérbe? A zene, a nyilvános előadásért kell jogdíjat fizetni, ugye ezt az Artisius felé kell fizetni, egyéb kötelezettség legalábbis. Tehát akkor nincsen többszörözés. Nincs többszörözés. Úgyhogy mert itt egy sugárt, egy streamet. Pontosan, az ott nyilvános előadás. És na, ez is egy új dolog. Na, itt közben vannak egy pár kérdés is. Live act, ahol nincs konkrét zene felhasználás esetében mi a? Ott nincs jogdíjfizetési kötelezettség sem. Tehát ott igazából darabokat raknak igen. Ott élőben. Igen, igen. Igen, erre azt szoktuk mondani, hogyha valaki live actezik, és ezt azért jellemzően laptoppal szokták, akkor azon a laptopon ne legyen más. Mert hogyha van más rajta, akkor hiába magyarázza adott esetben ott, hogy hát én azt nem is használtam, csak ezt nagyon nehéz bizonyítani. Értem, tehát ne legyen támadható. Ne legyen több olyan hangfelvétel azon a hordozón, vinyón, vagy pendrive-on, vagy semmin, a nyilvános helyen, a műsor közben, aminek a többszörözésére ő nem kapott engedélyt. Na, ez is egy nagyon jó info. Egy újabb kérdés Tamástól, mi van akkor, ha előre leadott lista feltöltése után, míg a fellépés napján bekerül a repertoárba egy új zene, promo aznap vásárolt, letöltött, amit a DJ-k mindenképp lejátszanak, de nincs rajta az előre leadott listán. Ebben az esetben nem lejátszható? De. Tehát ha az általán kifizette, akkor nyilván senki nem fogja nagyítóval ellenőrizni. Maximum nem tud visszajutni. Hát annak a jogdíja, vagy a befizetett jogdíjából arra az egy hangfelvételre eső rész, az akkor éppen nem fog. Az egy összeg, az egy alkalmat nem egy olyan borzaszt nagy összeg, ha mondjuk 3000 hangfelvételt leadott a listán, és az egyiket még nem, nyilván következő alkalommal adja le. Tehát nincs persze nincsen tökéletes rendszer, meg ezek, hogy mondjam, életszerűtlen lenne, tehát fontos, hogy ha a DJ, ahogy végzi a munkáját, tudja úgy végezni. Tehát nyilván, ha neki jön egy új zene, és azt le akarja játszani, ennek semmi akadálya nincsen, törekedjen arra, hogy majd akkor a következő alkalommal már legyen benne a rendszerben. Főleg, ha neki fontos, hogy a jogdíj eljusson. Tehát ugye nagyon sokszor szoktak a DJ-k reklamálni, kerestem a megfelelő szót erre, hogy hát miért nem jut el meg, hát barátom, ha fontos neked, hogy jusson el a pénz, akkor add le a listát. Ez az adatszolgáltatása. És ezzel el is fog jutni a pénznek, igen. Tehát ha nem adod le a listát, akkor nem fog eljutni, de azt akkor te követtél el mulasztást. Operatívan milyen gyorsan működik a adatszolgáltatástól számított kiosztás? Mi így a felosztása ugye arra fix időpontok, időszakok igen. Vannak, tehát nem az van, hogy a buli után x időn belül, hanem mondjuk fél évkor, Q1, Q2, igen, így van. És akkor azt követő, mit tudom én, Q2-ben, mit tudom én, gépzene jogdíj, igen. És akkor oda tartozó dolgokat osszák szét. Igen, tehát most már jellemzően az mind három közös jogkezelő most már nem csak évente oszt, tehát a januári felhasználásokra a legritkább esetben kell a következő januárt megvárni, hogy meglegyen a pénz. Gyakorlatilag folyamatosan mennek az osztások, és hogyha nem is negyed évente, de mondjuk fél évente felosztásra kerülnek. Nyilván különböző rádiós, DJ-s, zenegépes máshogy működik, a DJ-nél ugye fél évente van felosztási időszak, a rádióknál nem is csak az időszak az érdekes, hanem a rádió nagysága is, tehát nyilván külön osztják fel a országos, vagy legalábbis hálózatba kötött nagy rádiókat, azoknak elég könnyű a playlistjét feldolgozni, a kisebb rádióknak ugye több rádió van, nagyobb az adatmennyiség, vannak olyan kis rádiók, akik olyan kis összeget fizettek, hogy egyszerűen gazdaságtalan feldolgozni, akkor arra van egy rávetítés, a többi rádió, szóval ez egy picit bonyolultabb rendszer annál, mint hogy azt mondjuk, hogy ennyi időnként megy a jogdíj, de
de folyamatosan. De idővel visszajut. Egy olyan kérdésem van, az Artisiusban van egy olyan, hogy függő számla, és ott általában ez a függő számla akkor szokott keletkezni, vagy ha rosszul történik meg az adatszolgáltatás, elírják a címeket, és akkor nyilván a rendszerben nem tudják így párosítani a dolgokat. Ilyen van-e a ma használat? Abszolút, ez minden közös jogközelőnél van. Ugye az azonosítatlan hangfelvételnek hívják a ma használat, és 5 évig ugyanúgy elválasztásra kerülnek azok az összegek. Tehát pontosan, hogyha van a felhasználói adatszolgáltatásokban, szinte minden típusnál, nyilván a nagy rádióknál nagyon kevés ilyen ismeretlen van, a DJ-knél azért több, amit vagy nem ismert fel a rendszer, sem a manuális azonosítás, mert vagy rosszul lett leadva, és kihámozhatatlan, hogy az valójában micsoda, vagy a jogtulajdonos nem adta le, nem jelentette le. Tehát ezek mind egy... És akkor ezt ugyanúgy ki lehet kérni és ki lehet a kérni, és hogyha így van, hogyha valaki időközben lejelenti a hangfelvételt, és kiderül, hogy ott volt felhasználás, akkor 5 éven belül a pénzt meg tudja kapni, és minden évben a fel nem osztott jogdíjak, vagy ismeretlen hangfelvételeknek újra történik egy ellenőrzése a rendszeren, hogy esetleg időközben valami bekerült. Nagyságrendileg szerinted mennyi van benne mondjuk a MAHASZ esetében függőszámlában? Hát, az Artisiusban tudom, hogy rengeteg, tehát ott elég nagy számú. A MAHASZ-nál ez jóval kevesebb, mert azért az azonosítás picit könnyebb is, meg ezért nagyobb hányadban működik is. Ugye a hangfelvétel előállító sokkal kevesebb van, mint szerző, tehát őket sokkal jobb, könnyebb lehet találni. Viszont nem mindenki jelenti le a hangfelvételeit, és ez attól is függ, hogy melyik jó, tehát a rádiós jogdíjaknál magasabb az összeg, a DJ-knél, ugye eleve, tehát a rádiók több pénzt fizetnek jóval, mint a DJ-k, tehát ott egy picit nagyobb, de ilyen néhány tízmilliós nagyságrendről beszélhetünk évről évre. Na, nézzünk pár kérdést. Sziasztok! Mielőtt kiküldeném a saját zenét egy külföldi kiadónak demó gyanánt, akkor érdemes előtte itthon a MAHASZ-hoz bejelenteni? Nagyon is. Igen. Így van, mert onnantól kezdve, hogyha bármilyen felhasználás történik, amíg még ő a jogtulajdonos, akkor ő fog utána pénzt kapni. Tehát lehet, hogy az még csak egy demo, igen, de ha igen. Egy viszonylag jó minőségű demo, lehet, hogy már DJ-k elkezdik játszani, akár kisebb rádióban. Tehát ez nem kell, hogy kiadják. Ez nem kell, így van. Tehát akkor ugyanúgy az Artisiushoz és a MAHASZ-hoz is. Sőt, én azt szoktam mondani, hogyha valaki külföldi kiadónak eladja, attól függetlenül itthon még jelentse le, mert nem biztos, hogy ha egy kis kiadó ugye worldwide jogot vásárol tőle. Ezt már ugye érdemes is figyelni egy szerződésben, hogy milyen megállapodást kötünk egy kiadóval, és hogyha lehet választani, viszonylag ritkán, de van olyan, hogy az ember ezt befolyásolni tudja, akkor sok esetben érdemesebb a jogokat Magyarországra megtartani, és csak mondjuk Magyarországon kívül, igen, vagy bizonyos országokra eladni a kiadónak, mert egy kicsi holland kiadó lehet, hogy nagyon jól dolgozik a nemzetközi piacon, de a magyar felhasználásokat sokkal kevésbé, igen, tudja befolyásolni, mint az, aki itthon van. Mi itthon ugyanezt csináltuk. És szórja a DJ-knek akár a saját zenéjét, és akkor hát nyilván nem óriás pénzekről beszélünk, de az itthoni felhasználásból az itthoni rendszert jól használva, tehát lejelenti a hangfelvételt a MAHASZ-nál, nyilván az Artisiusnál ugyanúgy szerzőként a szerzeményt. Ha itthon ő kezeli, vagy mondjuk egy saját megbízottja, akkor valószínűleg jobban jár, mint hogyha a holland kiadó szedi be Magyarországról is a jogdíjakat, és úgy kerül vissza hozzá. Külföldre, tehát hogyha valaki külföldi megjelenésekben gondolkodik, külföldi karrierben, vagy ott szeretne hangfelvételeket akár értékesíteni, nyilván érdemesebb valamilyen kiadóval. Na, nézzük még, milyen kérdés van. Az általánydíjat hogyan osztja vissza a jogtulajdonosok között? Ez úgy érvényesül, mint az üres hordozói díj, nincs gazdája? Remélem tudjuk itt értelmezni a kérdést, de szerintem erről beszéltünk. Beszéltünk, mert az általánydíjasok is kötelesek adatszolgáltatást leadni fél évente, hogy az jó fél év, egy jó hosszú listát, hogy milyen hangfelvételeket használtak. Mi van, ha ladok egy listát, de utána teljesen olyan dolgokat játszok, amit ugye nem írtam oda? Itt ugyanaz, ami hát az előző legközelebb írd oda. DJ Duo esetében, akik mindig együtt lépnek fel egy laptopról játszanak, elég egy MAHASZ kártya, vagy egy alkalmánkénti lejelentés? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogyha ők valóban együtt lépnek fel, akkor igen, valamelyiküknek a nevére fog szólni a jogosítás. Nagyon fontos, hogy akinek a nevére szól, az egyrészt ott legyen. Tehát ott álljon a pultban. Ott álljon a pultban. Igen, életszerűség, megint elmehet pisilni.
természetesen, de ha átmegy a szomszéd faluba diszkózni egy órára, és akkor jön egy ellenőrzés, és akkor nehéz megmagyarázni, hogy éppen miért nincs ott, és miért egy óra múlva kerül csak elő. Tehát az nem működik, tehát neki ott kell lennie. És nagyon fontos, hogy a hangfelvételek is az övék kell, hogy legyenek. Tehát, hogyha van egy DJ duo, akik ugyanazt a laptopot használják, akkor elég egy jobb, hogyha ugyan DJ duo, de mind a kettő jön a saját laptopjával, vagy a saját CD-s bőrönnyével, tehát több forrás akkor van, azokat igen. mindenkinek jogosítani kell. És mindegy, hogy ez most egy duo, egy trió, vagy egyszerűen csak egy helyszínen több DJ lép fel, a saját hangfelvételeit mindenkinek külön kell jogosítania. Ha ez egy állandó formáció, akik közös hordozón dolgoznak, akkor természetesen elég. Ez is egy nagyon-nagyon jó információ. Jó, hogy mondtad az ellenőrzést is, mert itt is aztán mindent hallani. Tehát sokan úgy képzeljük a MAHASZ ellenőrzést, hogy villany fel, jönnek a drogkereső kutyák, helikopter, kommandósok, és falhoz vannak nyomva a diszkósok, de nézzük, hogy van ez valóságban, hát, hogy kell elképzelni. Olyan is van, de mondjuk hangfelvételek miatt még kutyákat nem vetettek be. Van, aki ezt sajnálja, mert van, aki meg ki azt kifogásolja, teszem hozzá sok esetben joggal, hogy mondjuk van valami hatalmas nagy razzia, ahol mindent ellenőrznek, csak épp a DJ-hez nem megy oda senki. Ilyet is tudom. Gyakorlatban igen, ez hogy működik, oda lép hozzám egy kolléga, aki kéri tőlem mondjuk egy számlát, vagy kéri a befizetésről. Igen, a NAV végzi hatóságként az ellenőrzést, és vagy van ott valaki a MAHASZ-tól is, aki ugye a szakmai részét ismeri, vagy most már nagyon sokszor van, hogy erre nincs szükség, mert egyrészt a NAV-nak is van gyakorlata, másrészt online. Tehát telefonos, illetve online kapcsolatban vannak a MAHASZ-szal, ilyenkor az adatbázisról le tudják kérdezni, hogy az illetőnek rendezve van-e a jogdíja, mind a mellett, hogy ugye akinek igen, azt tudja igazolni egy kártyával, esetleg a számlával, de online a rendszerben is ellenőrzik, hogy valóban azzal jogosítással rendelkezik. Úgyhogy itt sincsen semmiféle. Ez nincs szükség olyan különösebb nagy csinadrattára, ugyanakkor azt látni kell, hogy az eljárásnak, a hatósági eljárásoknak vannak bizonyos velejárói, és adott esetben lehet, hogy az a velejárója, hogy föl kell kapcsolni a villanyt, vagy addig le kell húzni a zenét, mert hogy nem lehet tudni, hogy legálisan szól. Illetve nem, ezt most magamat kijavítom, a zenét nem kell addig lehúzni, amíg az ellenőrzés zajlik, de hogyha kiderül, hogy nincsen, akkor nyilván viszont le kell húzni a zenét, mert akkor az a zene sem szól legálisan. És ezt meg el kell fogadni, hogyha ha a hatóság leállít egy bulit, akkor nem a hatóságnak a hibája az, vagy nem őt kell szidni, meg nem a MAHASZ, hanem azt a felhasználót, akit nem tett eleget a törvényi kötelezettségének. Tehát ott a DJ a hibás. Igen. Sajnos azt kell mondjam, hogy ott a DJ a hibás, nem pedig az ellenőr, a rendőr vagy a NAV alkalmazott. Igen. Na itt még az előző kérdéshez kapcsolódik, mi van, ha a duónak az egyik tagja lebetegedik? Én tudom, hogy mi van, mondd te inkább, hogy mi a helyzet ilyenkor, mit ilyenkor le kell mondani a fellépést? Tehát ha az a tagja betegszik akinek a nevére a jogosítás történt, akkor fájdalom, de a másiknak, ha egyedül megy, akkor be kell fizetni de arra a napra. De akkor legalább azt az alkalmit befizet, ami 12 000 forint, igen, vagy... Igen. Igen. És a nagy esélye több érmész, akkor nem buksz annyit, mint ha teljesen lemondanád. Egyrészt igen, másrészt meg azért azt tudjuk, hogy a DJ az egy mondjam, szívós fajta, úgyhogy azért jégheten is megél. Nem csak, hogy megél, hanem hogy betegen is le tudja nyomni azt a bulit. Az nagyon betegnek kell lenni, hogy egy DJ azt mondja, hogy a mai bulira, akkor én nem megyek el. Úgyhogy reméljük, ez kielégítő válaszod. Na, van még egy pár percünk, ha akartok valamit kérdezni Zsoltitól ebben a témával kapcsolatban, nyugodtan kérdezzetek, és amíg bátorságot gyűjtöttök a kérdésekhez, addig nekem lenne egy új izgalmas kérdésem. Nem tudom, mennyire követed itt a kriptovalutával kapcsolatos dolgokat, így a nagyvilágban, és így... Hát, nagyon őszintén bevallom, hogy nagyon sokáig óckodtam tőle, meg féltem, és egy hónappal ezelőtt vettem egy kis bitcoint. Na, akkor a blockchain technológia és örülök, hogy vettem, és szentségelek, hogy nem fél évvel ezelőtt vettem, és pláne, hogy nem egy évvel ezelőtt. Vagy 7 éve. Hát igen, de egyébként, ha megnézed, az elmúlt egy évben volt egy nagyon durva emelkedés. Tehát előtte mondjuk megduplázta, triplázta néhány év alatt, most egy fél év alatt meg 10-szerezte az értékét. A bitcoin is, az éter is, tehát na, tehát a nézők számára gyorsan elmondom a kriptovaluta lényegét. Nagyjából az a lényeg ennek a digitális valutának, hogy próbálják kikerülni a banki rendszert, banki költségeket, és mindent közvetlenül user to user, tehát peer-to-peer módon így átkönyvelni. De valóban nem ért. Tehát investáltam bele egy
kicsi, tehát kicsi nagy, nem értem az egészet. Én nagyjából most belástam, mondom, az annyi, hogy kihagyják a bankokat, nincs kezelési, igen, nincs átutat, mondjuk én át akarok Kínába utalni. Igen, de hogy az, hogy bányászni kell a bitcoin. Az már más, az más, az egy más rész, ott a számítás van, és ebből van egy főkönyv, ami mindenhol jóvá íródik, tehát olyan át, tehát a lényeg, ami egy nagyon-nagyon ultra titkosított dolog, lényeg, ami lényeg. És egy japán csávó találja ki az egészet, aki nem is létezik egyébként, mert ez egy álnév, ez a Satoshi, nem tudom. Sokan azt mondtak, hogy állítólag Elon Musk van mögötte. Ezt is hallottam. Igen. Na, nem is ezt akartam kihozni belőle. Egy olyan technológián gondolkoznak, hogy jogdíjfelosztásra használják ezt a technológiát, ami azt jelenti, hogy ha valahol elhangzott valami, az nem megy át közös jogkezelőkön, nem megy át se ottani Artisiuson Mahason, hanem élből megkapja az adott tulajdonos. Hogy erről mi a véleményed egy ilyen vízióként így a jövőbe? Hát tulajdonképpen az is egyfajta közös jogkezelés, csak, igen, tehát, hogy csak a bitcoin. Igen, peer-to-peer-be. Az a véleményem erről, hogy ezek nagyon jól hangzanak mindig, és a szélesebb közönség imád felkapni olyan dolgokat, ami azt mutatja, hogy na majd egy jó nagy fityiszt mutatunk, igen, a rendszernek, mert mi majd megoldjuk így nélkülük. Mm. És tipikusan ilyen eset volt, hogy hát a kiadókat ugye utálni kell, mert ezek a rohadt szemetek, mi majd megoldjuk kiadók nélkül azt az interneten, majd az Apple árulja a zenénket. Hát az Apple, rossz hírem van, az Apple az egy még nagyobb gengád, amit az összes kiadó egy még multibb, még nagyobb, még gátlástalanabb, és mindenkit megfektet. Tehát az Apple-nek olyan szinte monopóliuma van, hogy olyan hatalma van, és ez igaz a Google-re is ugyanígy, tehát a nagy szabadság, a Google, a Facebook, ezek monstre, hatalmas, iszonyatosan erős, óriási piaci fölénnyel rendelkező, és ezzel visszaélő vállalatok, a kiadók azok is lofingok hozzájuk képest. Tehát mindig ezek a majd mi megoldjuk így ezzel-azzal, ott kiderül, hogy arra valaki ahogy mi megoldjuk, az egy valójában egy óriás vállalat lesz, és hát nem tudom, hogy a bitcoinnal ez hogy fog, vagy hogy működhetne. Vagy nyilván a többi valutával, mert rengeteg más. Kriptovalutával, tehát, de ott is valaki pénzt fog ezen keresni, ami egyébként önmagában nem elvetendő. Tehát lássuk be, hogy ingyen ebéd nincsen, és ezt akárhányszor elhisszük, ugye 17-ben a kommunisták hitték el, aztán vagy az ő követőik, ma az internet végtelen szabadságában hívők hiszik azt, hogy van olyan, hogy ingyen ebéd. Nincs minden ingyen meg van az ára. Tehát ha valamit emberek létrehoznak, azok az emberek előbb-utóbb éhen fognak halni, hogyha nem kapnak érte pénzt. Mindennek megvan az ára, a zenének is megvan az ára, a zene terjesztésnek, a zene közvetítésének, a zene felhasználásnak, mindennek megvan az ára. Nem terem a semmiből valami, gyakorlatilag sohasem. Majd lesz ugye, hogy robotok fognak dolgozni. Mert automatizált rendszer. Automatizált rendszer, és kevés embernek lesz munkája, és lehet, hogy elérünk egy olyan utopisztikus állapotba, amikor valóban nekünk nem lesz sok dolgunk, és a robotok elvégelnek mindent, de szerintem az emberiségnek a végét fogja jelenteni, és ezt nem csak én mondom, hanem többek között. Az Elon Musk is azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia, az 20% esélyünk van, hogy túléljük. Igen, ez egy tökéletes zárszó volt, így nem érkezett közben több kérdés. Én akkor szeretném megköszönni, hogy így fogadtál engem így késő este, és így sikerült ezeket szerintem tisztába tenni. Én köszönöm. És én, ahogy a kommentek alapján látom, így nem volt nagyon pufogás, és nem volt nagyon olyan dolog, ami nem lett volna tiszta. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, hogy így nagyon ezt tisztába tudtuk figyelmet, tenni. Kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Legközelebb lehet még egy Artisiusos kiadást tervezek, mert azt már szerintem januárban. Még egyszer Zsoltinak szeretném megköszönni, hogy itt volt. Nektek jó éjszakát szeretnék kívánni. Ha tetszett a műsor, kövessétek a Magyar Producer Workshop oldalát, www.magyarproducerworkshop.hu, vagy csatlakozzatok a zárt csoportunkba, ahol lehet ismerkedni, kollebeket lebeszélni, már mindenféle dolgot kérdezni, mivel nem spammeljük szét a falat. Úgyhogy azt is kövessétek, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, és Zsoltnak még egyszer a részvételt, és ha valaki lemaradt volna az adásról, ne aggódjon, ahogy itt nyomok egy finisht, körülbelül 2 perc múlva vissza is tölti az adást, és lehet megnézni. Úgyhogy hajrá! Jók legyetek! Sziasztok! Hello. Szuper, köszönöm. Na, én köszönöm. Szerintem ez jó sikerült. Abszolút. Behívom a Krisztiát. Jó, jó. Gyorsan.